Domboszkó bolond. A Filippi rét, amit Domboszkó bérelt ki az oratóriumához, kiszáradt, így a pap kapott egy ügyvédi felszólítást, mely mindössze 15 nap haladékot adott neki. Ugyanebben az időben járt le az a három hónap, amit Barolo Márkiné adott, hogy eldöntse, hogy csak az intézményeinek szentelje magát. Így fiaival elűzték innen is, onnan is. De meggyőződése volt, hogy előbb vagy utóbb valóra kell válnia az álmának, és gyakran bátorította magát és a társait is, hogy legyenek türelemmel, mert már készen van egy szép hely az oratórium számára, egy tágas udvar, fészerekkel, kispapokkal, papokkal, és hogy hamarosan birtokukba vehetik. Ez a félig komoly, félig tréfás beszéd, meg a meggyőződés, ahogy mondta, többekben azt az érzést keltette, hogy Domboszkónak nincs minden rendben a fejében. Néhányan szánakoztak, mások csúfolódtak rajta, és szinte mindenki elhagyta. Don Picciotti, egyik társa az oratóriumban, mikor meghallotta Domboszkót arról beszélni, hogy templomot épít, így kiáltott fel. Ha ön képes lesz felépíteni egy templomot, hát megeszek egy kutyát. Én, aki ezeket a sorokat írom, láttam a hitetlent azon a napon, mikor lerakták a Szalézi Szent Ferenc oratórium alapkövét. Odason fordált Domboszkóhoz, és így szólt. Örömmel veszek részt az ünnepségén, de remélem felment a fogadalom alól, amit tettem. Milyen fogadalom alól? kérdezte Domboszkó. Hogy megeszek egy kutyát? idézte fel Dom és elmentében azt mondta, most már mindent elhiszek.